Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Bertalan László, akivel még nem találkoztunk, és ez a Hipnotizőr Válaszol című műsorunknak, a Hipnotizőr Válaszol című programunknak egy külön kiadása. Tudjátok, hogy egy néhány héttel ezelőtt elindítottuk az Alfa TV-ben ezt a rovatunkat, és a mai nap egy picit el fogunk térni az előre beharangozott menetrendtől, hogy egy speciális meghívott vendégünk van. Előjáróban, amit fontos tudnotok, biztos, bizonyára láttátok már a Facebook csoportban is a kihívást, hogy ilyen csütörtöki webinár maratonokat tartunk most, tehát a február hónap az erről szól. Ezen a héten ugye a hipnózis lesz a téma, jövő héten csütörtökön országos agykontroll webkonferencia, a rákövetkező csütörtökön pedig a programozó mondatokról, illetve a tökéletes programozó mondat megalkotásáról fogunk csinálni egy webinárt, és mindhárom alkalommal szeretettel várunk benneteket, tehát csütörtökön este 8 órakor. Örök kérdés az, hogy mi történik akkor, ha most autóba ülsz. Most kaptam a hírt, hogy Budapesten többfelé dugó van. Nem kell aggódnod, nem fogsz lemaradni semmiről, ugyanis ezek a webinárok az Alfa TV-n keresztül mindig visszanézhetők. Buzdítalak is benneteket arra, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Egyszerűen azért, hogy mindig a legfrissebb aktualitásokról mindig hírt kapjatok. Egyszerűen a Facebook csoportokba is kírunk mindent, de szerintem sokkal jobb, hogyha e-mailem keresztül egy értesítés igazából így kimegy a számotokra. Miért is jött létre ez a mai műsor? Miért is van a mai este folyamán vendégünk itt az Alfa TV-ben? Az egész történet egy picit 1995. októberére nyúlik vissza. Egy akkori, most nem emlékszem, hogy szeptember vagy október, de 95 ilyen késő ősze volt, amikor ugye Domján Andrással beszélgettünk az egyik, nem tudom, 10-valahanyadik országos agykontroll webkonferenciának a keretein belül, és ugye az egyik téma hipnózis volt, és meséltem nektek, hogy én is érdeklődök, és szeretnék tanulni. Ez ugye a tavaly évben meg is történt, és az az úriember, akit látni, illetve hallani fogtok nem sokára, ő volt az egyik oktatónk. A Pollák Adriennel már megismerkedtetek egy másik riportunkban, és most pedig Kanadából fog benneteket mindjárt köszönteni Kun Attila. Amit róla tudni érdemes egy kettő mondatban, és tényleg, hogy miért jött létre a mai nap. Sok ember fejébe sokféle tévképzet van magával a hipnózissal kapcsolatban, és nekem egy picit mondjuk úgy azt, hogy én a lobogomra tűztem azt, hogy Magyarországon népszerűsíteni fogom nem csak magát, ezt a szakmát, hanem ezt az egész irányzatot, és arra szeretnék minél több bizonyítékot mutatni nektek, hogy mennyire hatékony a hipnózis, mennyire biztonságos, és milyen szinten tudja az életeteket megváltoztatni. És a legalkalmasabb ember arra, akivel beszélgess, Kun Attila, aki a kanadai klinikájáról jelentkezik. Nagy szeretettel köszöntünk, Attila, most már te is élőadásban vagy. Szervuszok, én is mindenkit köszöntök, és nagyon szépen köszönöm a meghívást erre az interjúra. Mielőtt kezdődött a műsor, Attilával pont azon beszélgettünk, hogy milyen távolságra vagyunk is egymástól, és különböző térképeken kezdtük el nézegetni. Attila a kanadai Windsorból jelentkezik, majd meg tudjátok nézni térképen, hogy hol van. Légvonalba körülbelül 7500 kilométer választ el bennünket egymástól, de ugye a technikának, illetve a webinár rendszernek köszönhetően most itt van velünk élőben. 6 óra eltolással. Hány óra van most nálatok, Attila? 2 óra van, délután 2 óra. 2 óra. Vágjunk is bele, csapjunk bele a lecsóba. Az első kérdésem az lenne, hogy egy magyar ember hogy kerül ki Kanadába egyáltalán? Mikor mentél, miért költöztél ki? Hát én még annak idején a kommunista rendszerből szószoros értelmében menekültem. Egyszerűen nem tudtam azt elviselni. Úgy éreztem, hogy ennél sokkal tehetségesebb vagyok, mint hogy be legyek szorítva azokba a keretekbe, amit az ország akkor annó biztosított nekem. És kikerültem Kanadába 85-ben, tehát most már több mint 30 éve többet éltem kint Kanadában, mint Magyarországon. Nem bántam meg, nagyon jó életem van, viszont megtanultam egy olyan szakmát, amit én hoztam be Magyarországra és népesítek és tanítok. Tehát lehet, hogy ez volt az utazásomnak a küldetésem, hogy valamiért el kellett jönnöm megtanulni, hogy visszavihessek oda nektek valamit.
Hát ezért nagyon sokan hálásak vagyunk, személy szerint én is. Ugye, aki követi a műsort, az tudja, hogy én agykontrollal foglalkozok 21 néhány éve, és szerettem volna keresni a kiteljesedésemet, és ami a, igazából nekem, mondjuk úgy, hogy az életcélomat, vagy a hivatásomat a hipnózis adta meg, és mára egy nagyon komoly életcélommá vált ezzel foglalkozni. Attila, te hogyan lettél hipnotizőr? Hát ez egy nagyon érdekes történet volt. Én 1991-ben láttam, illetve nem láttam, hanem találkoztam egy nagyon híres showhipnotizőrrel, akinek a neve az volt, hogy Rivin, Peter Rivin. És hát nekem még akkor a Western Mountain Mallban, a világ legnagyobb bevásárló központjában volt egy üzletem, és mondta, hogy amikor legközelebb jön Edmontonba, akkor felkeres, be is jött valóban, és hozott tiszteletjelet a műsorára, amit megnéztem. Státott szájjal ámultam látni egy élő showhipnózist, egyszerűen fel sem tudtam fogni, hogy mi történik ott valójában, csak azon gondolkoztam, hogy én nekem ezt meg kell tanulni. Illetve hát először elmondom, hogy inkább azt hittem, először mondom, most majd az ördögöt láttam saját magát ott a színpadon, vagy pedig ennek van valami tudománya, van valami olyan tudományos háttere, amit nekem muszáj megtanulni. Hát így indult el az egész, elkezdtem keresni, kutatni, és hát 95-ben végül is levizsgáztam, 96-ban megszereztem az összes oktatói jogot, 96 óta már, mint hipnotizőr és hipnoterapeuta tanítom ezt a szakmát. És kezdetben gondolom showhipnózissal foglalkoztál, ugye? Vagy igen, hát végül is, én showhipnózissal kezdtem. 2005-ben volt egy hatalmas nagy autóbalesetem, eltörtem a nyakamat, titániumrodak és szegecsek vannak a gerincemben, ami megváltoztatta az egész mentalitásomat. 2007-ben befejeztem a pszichológiai végzettségemet, klinikai hipnoterapeuta lettem, és végül is hát azóta csak avval foglalkozom, hogy klienseket fogadok itt az én kis magánklinikámon, és elkezdtem aktívan tanítani. 2005 óta tiszteletbeli előadó vagyok világkonferenciákon Los Angelesben, minden évben meg vagyok hívva, és egy másikra is az International Medical and Dental Hypnotherapy konferenciára, ami pedig Floridában van, Daytonában. Azt meséld már el nekünk, mert igazából a showhipnózissal, a színpadi hipnózissal kapcsolatban mindenkiben mindig az a kérdés merül fel, hogy mennyire igaz az, amit látunk. Tehát, hogy az ember mondjuk tényleg azt hiszi, hogy ő egy rendőr, vagy valaki csirkét játszik, tehát, vagy azt látja, ami nem is létezik. Meséld már el, mi zajlik le ilyenkor az emberekben, és hogyan is működik ez az egész sztori? Egy showhipnózisban általában az emberek ugye a két dolog miatt mennek el, mert vagy kíváncsiak, érdeklődőek, szeretnének egy műsort látni, vagy pedig maga a kíváncsiság az, hogy ki akarják próbálni, át akarják élni ezt az élményt. A meghipnotizált illetők, ezek mind önkéntesek, nem beépített emberekről van szó, és ez valójában megtörténik, tehát felszabadul a gátlás, amit úgy nevezünk, ez az inhibíció feloldódik, és az emberek, amikor egy szuggesziót hallanak, ott a tudatos elmezeket nem analizálja, hanem mindaddig, amíg ez szórakoztatás és valami olyasmi, amiben szívesen vennének részt, mint egy színpadi darabban, végül is szereplőivé válnak ennek a műsornak és ezeknek a jelenségeknek, amiket a hipnotizőr javasol nekik. Azt megfigyeltem, hogy nem csak a közönség szórakozik nagyon jól, hanem maga a meghipnotizáltak is. Tehát lényegében nekem úgy tűnik, mintha ők lennének a show-nak mindig a főszereplői, nem is igazából a hipnotizőr, jól gondolom? Ez így igaz. Valójában a hipnotizőrnek, az alanyok és az önként jelentkezők nélkül nem lenne műsor. Tehát valójában nem mi vagyunk a sztárok, hanem azok az emberek, akik átadják magukat ennek a csodálatos élménynek. És hogyan jutottál arra, tehát hogyan jutottál el a showhipnózistól odáig, hogy egy klientúrát építs ki, és az embereknek a testi-lelki gondjainak a feloldásába segíts? Ez hogyan jött? Amikor a hipnózis tanulmányomat elkezdtem, engem végül is akkor igazából a színpadi művészet érdekelt, és minden egyes műsorom után az emberek állandóan jöttek különböző problémákkal, bajaikkal, hogy tudjak segíteni nekik, esetleg meggyógyítani őket. És ez annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy eldöntöttem, hogy muszáj megtanuljam
klinikai, terápiai részt is, és hát így kezdtem el végül is a legtöbb kliensem, azok mindig ugye a műsor után jöttek, bejelentkeztek hozzám, főleg azok, akik a színpad is fönn voltak már, és meg lettek hipnotizálva, hiszen számukra egyértelmű volt, hogy meg tudom őket hipnotizálni, hittek a dologban, tehát utána már hittek abban, és átadták magukat annak az élménynek, hogy megváltoztassák az élet körülményeket, szokásaikat, feloldjuk esetleg a szorongás zavaraikat, a pánikbetegségüket, és stb. Stb. Uh-huh. Van egy-két sikertörténet a tartsolyodban? Tudom, hogy kvázi úgymond az orvosi titoktartás, illetve maga a klientúra titoktartása köt bennünket abba, hogy meséljünk bizonyos sztorikat, de tudnál-e név nélkül olyan esetet mondani, ami tényleg számodra is meghatározó volt? Egy-kettő sikertörténet. Igen? Bocsánat, elnézést, kicsit csúszunk az időben. Igen. Szóval, ugye főleg agykontrollosok nézik most ezt a műsort, és ugye agykontrollban mindig gyűjtjük az agykontrollos sikertörténeteket, és oszd már meg velünk egy-két ilyen hipnózisos sikersztorit, ami tényleg olyan megdöbbentő volt a számodra is. Én most úgy gondolom, hogy te olyan esetre gondolsz, ahol már mint klinikai esetet, tehát nem mint a színpadon. Így van. Igen. Az egyik legérdekesebb esetem volt, nem titok a nevet, nem mondom meg, de Kodanárnak az egyik leghíresebb szívátültető professzora, aki már nyugdíjas volt, egy műsoromban meghipnotizáltam őt, és egy skótudást csináltam belőle. És utána egy pár nappal rá egy telefonhívást kaptam tőle, és csak annyit kérdezett, hogy miért pont őt választottam skótudásnak, és hogy tudtam-e, hogy ő skót valójában, skót származású. És mondtam neki, hogy nem tudom, ez csak egy véletlenség volt. A lényeg az, hogy meghívott magához egy vacsorára, és hát kitálalta a problémáit, a legnagyobb problémája az volt, hogy ő egy olyan fóbiája volt, hogy félt repülni, soha nem ült még repülőn, de viszont nagyon szeretne bejárni a világot, legfőképpen Skóciába szeretne elmenni, hogy felkutassa a családfáját és a hozzátartozóikat, akik még ott élnek. És hát öt esettel, tehát öt üléses kezelésen ment keresztül az illetővelem. Az egyiket, a negyedik alkalom egyébként elvittem őt horgászni, tehát kimentünk egy tóhoz közösen horgászni, légyhorgászva kedvenc hobbija neki is, és én nekem is szerencsére, úgyhogy, és horgászás közben éberhipnózist is alkalmaztam rajta, de hát röviden, tehát az ötödik alkalom volt az, amikor végre bele tudtunk igazából menni abba, hogy mi is ennek a fóbiának az eredete. És most már így visszatekintve több mint 20 éves praktizálás után el tudom mondani azt, hogy általában a fóbiáknak a megnyilvánulása, amikor egy fóbia megjelenik egy illetőnél, annak az eredete soha nem az a probléma, mint amiben már megjelent, mint tünetként az életükben az illetőnek. Na a lényeg az, hogy ez az illető egyszer csak a fotelom kellős közepén egy igen traumatikus élménybe ment bele, nem is tudtam hirtelen követni, hogy mi történik, de egyszer csak kiderült az, hogy olyan érzése volt, mint hogyha fuldokolna. El is pirosodott az arca, de engedtem, hogy átélje ezt az élményt, és közben mesélt azt, hogy kérdeztem tőle, és most mi történik, és azt mondja, hogy hát elkaptak a katonák. Itt még nem tudtam igazából, hogy mi is történik. Hát mondom, hogy elkaptak a katonák. Azt mondja, hogy ezek már elnézős, hogy így mondom, de szószoros értelemben ezt mondta, hogy ezek a rohadt britek elkaptak és fölkötöttek egy fára, és lógok a kötélen. És ekkor döbbentem rá, hogy ez az illető átment egy előző életes történetébe. És az előző életes történetében az úgy történt, hogy a halál pillanatában, amikor meghalt, hogy fölakasztották, az utolsó mondat, amit hallott a katonák, hogy kiabáltak neki, az elnézést megint, hogy így mondom, de ez így történt maga az ülésen, hogy azt mondták neki, hogy te rohadt skót, nem teszed többet a lábadat Skócia, tehát angol területre. És ez volt a fóbiájának az eredete, ami megmagyarázhatatlan volt, hogy miért kapcsolódott ez ugye a repüléshez. De a lényeg az, hogy az ötödik ülés után, miután ez az előző életes történettel fel lett oldva, ez a gátlás, ez a sérelem, ez a fájdalom érzete, onnantól kezdve repült, a világon mindenfelé, képeslapokat is küldött, úgyhogy ez egy nagyon nagy sikerélmény volt. Azóta rengeteg klienset küldött hozzám. Nem tudom, hogy éle még az illető, mert hát már akkor több mint 70 éves volt, és azóta eltelt közel 20 év. De ez volt az egyik legnagyobb élményem. A másik, ha hiszed, ha nem,
Két nappal ezelőtt történt meg, egy hölgy jött hozzám, hasonlóan, ugyanígy repülős fóbiával, és már közölte velem, 49 éves a hölgy, és hogy már az utolsó három repülő útján mindig lemondta a repülést, tehát nem tudott elrepülni. Az interjú során megtudtam ugye a származását, Irakból származott a hölgy, Bagdadból, nagyon nehézkesen beszélt még angolul, tehát az is egy kicsit probléma volt, tehát nagyon lassan kellett és megfontoltam beszélnem hozzá, hogy biztosra ő is megértsen engem, és én is megértsem, amiket ő mondott. De a lényeg kiderült az, hogy amikor, hát ő az egész életét ugye Bagdadban töltött el, 4,5 évért Kanadában, és az összes háborús idő alatt állandóan ugye elbújtak, amikor támadás volt, légi támadások voltak, bombázták a Bagdadot, mindig remegett és rettegett. És a legutóbbi alkalommal, amikor repült, akkor a repülő egy ilyen légtörvénybe került, ahol nagyon rászkódott, és ez az egész triggerelte neki azt az érzelmét, amit annak idején fiatalon átélt a háborúban, Bagdadban. Tehát regressziós terápiával ezt oldottam föl neki, hogy képes legyen menni, mert most lesz az a testvérének az esküvője, és arra mindenféleképp ott akar lenni. Ez is egy nagyon sikeres élmény volt, borzasztó néha hallgatni az embereknek az élettörténetüket, hogy mi mindenen mennek keresztül. Tehát hipnózissal direkt módon vissza tudunk menni, regresszióval, megtalálni a traumáknak az elraktározott memóriáját a tudatalattiban, és ezt fel lehet oldani. Ezek a tudatalatti memóriákat viszont a jelenben valami tudja aktiválni. Tehát egy trigger mechanizmus beaktiválja, amit az illető tudatosan nem tud, hogy mi történik és miért, de valamilyen úton, módon először szorongásként, majd pedig fóbiaként ezt megjelenik. Ugye az első esetedet mondtad, hogy ez egy előző életes történet volt. Mennyire jellemző egyébként, ezt mindig megkapom kérdésként, hogy mennyire jellemző, hogy egy problémának a gyökere az előző életben van, és mennyire jellemző, hogy mondjuk a gyerekkorba gyökerezik? Azt merném mondani, hogy talán 200 emberből, ha egy előfordul, hogy előző életes élménybe megy bele. Én direkt, annak ellenére, hogy vannak direkt technikák, tehát a direkt indukciós technikával eljutatni az illetőt egy előző életbe, én ezt nem csinálom. Igaz, hogy a tanfolyamokon tanítom, elmondom, hogy hogy kell csinálni, de én hiszem azt, hogy, és úgy gondolom, hogy ha a tudatalatti elmének az eredete valóban az előző életből jön, akkor úgyis oda fog menni, és fel fogja tárni azt az információt. Így van, így van, így van. Nekem pont ezen a héten volt egy ilyen jellegű tapasztalatom az egyik kliensemmel, amikor megkezdtük úgymond az idővel visszautazást, a legelső élmény nem a mostani élete volt. Sokan kérdezték tőlem is, mi történik, amikor így belecsúszok egy előző életbe. Én szoktam mondani, hogy nincsenek fanfárok, nincsenek angyalok égő pallossal, egyszerűen az ember csak úgy belecsúszik, mint amikor egyszerűen csak visszaemlékezek arra, hogy mi történt gyerekkoromban. Igen, igen. Nekem például emlékszem, amikor én is a tanfolyamokat tanultam, amint említettem a kezdetben, én súlyhipnotizőr arra akartam lenni, tehát végigültem ezeket a tanfolyamokat, mindenfélét tanítottak a klinikai terápiai folyamatokból, regressziókból, előzéletekből, de amikor az előzéletekről tanultam, nekem az egyszerűen annak idején csak egy mese is befogadhatatlan dolog volt. És hagyj mosélyek el gyorsan, a legelső kliensem ez egy fiatal hölgy volt, akkor még én Albertában laktam Kanada másik végén, és utaztam rengeteget, úgyhogy én mentem a klienshez el, amit, mivel hogy nem tudott eljönni hozzám, mert nagyon messze lakott tőlem, és meghipnotizáltam ezt az illetőt, és regresszióval mentünk vissza a jelen életében a gyerekkori problémákba. Hogy mondjam így hirtelen gyorsan, hogy szinte minden ember a gyerekkori problémájával küzd. Tehát azokat a dolgokat elraktározunk kisgyerekként, amit akkor, mint fájdalom, sérelemként fogtunk föl magunknak, és az szószoros értelmében tönkreteszik a jelen a felnőtt életünket. De a lényeg az, hogy ez a hölgy beszélte, hogy 3 éves és benne volt a kiságyban, nézte éppen, hogy az apja veri szét a konyhafalat, akkor hirtelen megijedtem, hogy úristen, ez valami őrült lehet, aztán kiderült, hogy csak renováltak. És a következő jelenet is mondom, hogy is mi történik most, és azt mondja, hogy hát ott ülök a fal alatt, és mondom, miért vagy a fal alatt? Hát azt mondja, mert ide raktak. Mondom, hát hogy miért raknak oda egy ilyen 3 éves kislányt a fal alatt?
Azt mondja, ez én vagyok, de ez nem én vagyok. Tehát itt még követni sem tudtam hirtelen, hogy mi történik. És mondom neki, hogy mit értesz az alatt, hogy te vagy, de mégsem te vagy. Azt mondja, azért raktak ide ki, hogy meghalljak. Hát mondom, miért raknak ki egy kislány 3 évesen a fal alá, hogy meghal? Azt mondja, nem kislány vagyok, hanem egy idős férfi. És elmondta, hogy ő egy amerikai, tehát egy észak-amerikai indián volt, és egy járvány volt a faluban, és az öregeket, akik megbetegedtek, elvittek messze a falutól, és csak őket ott hagyták. Na, a lényeg az, hogy ez a hölgy azért jött hozzám, az volt a kérése végül is, hogy szoktassam őt a szájának, a ajkának a csipkedéséről, meg a rágásáról, mert az esküvője lesz, és hogy legalább az esküvői fotókon szép legyen a szája, és hogy ne legyen véresre kicsipkedve, mert kéki kirágva a szája széle. Na, a lényeg az, hogy az előző életes terápiának az egyik legfontosabb dolga, hogy feloldjuk az ott elrajtározott fájdalmat, vagy sérelmet, amit ma hozunk magunkkal ebbe az életbe, az a halál pillanatában, hogy milyen gondolata van az illetőnek, amikor meghal. És ez hát amint ő, mint indiánként mondja nekem, azt mondja, hogy szomjas vagyok, és közben elkezdte rágni a szája szélét, és hát úgy halt meg. És ebből kifolyólag áthozta magával ebbe az életbe ezt a szájú csipkedést. De a boldogan küldött nekem fotókat az esküvőjéről, hogy életében először van az, hogy szép volt a szája neki. Döbbenletes. De követni sem tudtam hirtelen, mert a váltás az annyira gyors, és úgy történik meg, hogy hirtelen nem tudja az ember a történetet követni sem. De a tudatalatti elme oda viszi, ahol a megoldás van. Tehát a hipnoterápiának ez a lényege, és talán ez a különbség mondjuk az agykontroll és az között, amit én tanítok, hogy mi a hipnoterápiával elmegyünk a kezdeteknek, a problémáknak az eredetéhez, és ezt oldjuk föl. Maga a hipnózis, mint módszercsokor, mitől működik? Tehát mi az alapja annak, hogy embereket tudunk hipnotizálni, az emberek átélhetik a hipnózist, és képesek feloldani ezeket a gátakat, akármilyen erős érzelmi töltet is van mögötte. Mitől működik? Tehát, hogy mitől működik a hipnózis? Hát először is a tudatalatti elménknek az egyik funkciója az, hogy elraktározza a hosszú távú memóriákat. És nagyon sokszor, amit a Freud is mondott a tanításaiban, hogy ezeket a suppressed, tehát az úgynevezett elfojtott érzelmi emlékek, memóriák, ezeket meg lehet találni, fel lehet oldani. A hipnózis az egy teljesen normális működése az emberi agynak, tehát mindenki hipnotizálható. Igaz, hogy nem mindenki lesz esetleg egyből az első alkalomra mély hipnotikus transzba, de ez egy olyan folyamat, ami mindenki keresztül megy naponta. Sőt, azt merem mondani, hogy az embereknek a nagy része, az emberiség kb. 7-8 órát tölt el naponta egy ilyen iberhipnotikus transz állapotban, amikor úgynevezetten automatikus cselekedett sorozatban vagyunk. Tehát ez egy olyan folyamat, amikor az agy bétából átvált egy alfa hullámhosszra, ebben az állapotban bele tudunk lépni a tudatalatti elmébe, ahol a tudatos a háttérben van szorítva, és nincsen analitikus, logikus feldolgozás. Tehát itt a szószoros értelmében az embereknek az érzelmi világukkal dolgozunk, a múltjukkal. Köszönöm szépen. Ugye említetted, hogy mit is mondtál, mióta tanítasz már? 96 óta. És ugye a napokban beszélgettünk, és tudom, hogy az iskolában most ilyen átalakulás van a tananyagokban. Én is nagyon várom már az újdonságokat, ugyanis ugye van olyan dolog, amit majd átküldtél, és már olvastam, mert fordítani fogom, de már nagyon kíváncsi vagyok, milyen újdonságok lesznek, amiben változik a tananyag, illetve az iskolának maga a tematikája. 2008 óta járok Magyarországra tanítani, évente kétszer, és mivel, hogy Magyarországon maga ez a szakma még nincsen, nem most, hogy elfogad vagy elismerve, egyszerűen nem létező szakmáról beszélünk, mint hipnoterápia, és ez egy, hogy mondjam, elköteleztem magamat arra, hogy maximális tudást hozzak át ebből az információval, és átszerkesztettem az egész iskolarendszert, az összes tananyagunkat, és még komolyabban, még bővebben, specifikusan most nagyon sok Ericksoni hipnózist és hipnoterápiát fogok behozni, hiszen akik valaha is hallottak erről a szakmáról, hogy hipnózis vagy hipnoterápia, azok tudják nagyon jól, hogy úgy az NLP-nek, a neurolingvisztik programozásnak, a hipnoterápiának az egyik nagy atya az Erikson volt.
A másik, akitől személyesen is tudtam tanulni annak idején, és személyes barátom is volt, az a Gil Boyne volt. Gil Boyne volt az első vendégem Magyarországon 2009-ben. Egyébként dicsekedésből hadd mondjam el, hogy ott volt az agykontrollnak a vezető, a Domján László is, a fia is nálam tanulta a hipnoterápiát, az András, nagyon jó barátok is vagyunk a mai napig is, és rengetegszer van az, amikor engem keresnek, akkor küldtem hozzájuk klienseket is. Ha jól tudom, akkor Gil Boyne volt Sylvester Stallone-nak a hipnoterapeutája, ugye, aki majd a Rockyt megalkotta. Igen, ez fönt van a weblapon is szerintem, az eredeti újságcikk, hogy annak idején, amikor a Stallone egy nagyon kezdő amatőr színész volt még, és nem volt neki szinte semmi pénze már, elment hipnoterápiára, hogy ugye a belső gátlásait fel legyenek oldva, hogy ő belőle hogy lehetne egy jobb színész. És a Gil Boyne egyébként annak idején, amikor fiatal volt, ő egy amatőr boxoló volt, úgyhogy, és a Stallone is boxoló volt, és hát így végül is így javasolt, hogy miért nem ír egy forgatókönyvet. Hát így született meg végül is az első Rocky, ami tudjátok nagy ölje, az egyik legtöbb Oscar díjat nyertes film volt annak idején. Hihetetlenek, hihetetlen az összekapcsolódások. Egyébként mindenkinek tudom javasolni, hogy menjetek fel a YouTube-ra, Gil Boyne-tól találtok videót, azt hiszem most nem tudom, vagy a TV2, vagy az RTL klubban, amikor ugye Gil Boyne itt járt Attila meghívására Magyarországon, akkor csináltak is vele egy riportot, és azt hiszem a Király Viktort meghipnotizálta, fietek, nézzétek meg ezeket a videókat, mindenképpen tudom nektek javasolni. Én nagyon várom, mert nem sokára majd Attilával személyesen is fogunk tanulni, vagy fogok találkozni, ugyanis nem sokára ugye pont showhipnózis kurzus lesz, és ami engem a hipnózis felé csábított, többek között az, hogy láttam a Mentalista című filmet, és meg akartam tanulni azokat a hókusz-pókusz dolgokat, ami ott van. Ugye van sok elmetrükk, amit már ismertem, hogy a agykontrollból, egyebekből ezt alkalmazom, és ugye a Turbo Memória című szemináriumain ezekből be is szoktam mutatni, de most nagyon várom, hogy tényleg első kézből meglegyenek ezek a dolgok. Persze ez értelemszerűen haladóknak van. Viszont folyamatosan vannak báziskurzusok, ugye olyan jellegű kurzusok, ahol azokat fogadja nagy szeretettel az iskola, akik szeretnék elkezdeni a hipnózis tanulmányaikat. Akit érdekel, így az Alfa TV-n keresztül, az e-mail címünkön keresztül folyamatosan fel tudja velünk venni a kapcsolatot, illetve így az iskolán keresztül. Attila, mesélnél erről a bázuskurzusról, mert most egy-két éten belül szintén lesz újra egy ilyen. Az iskolámnak most már van, most jelen pillanatban van két új oktatója, akit képzünk ki arra, hogy ezt a bázuskurzust tudja majd tanítani. Öt oktatón van egyébként, most már Magyarországon, és úgy tudom, hogy ha nem tudom, hogy szabad-e bejelentenem, hogy hamarosan behívlak téged is a csapatba, és nagyon várom és izgatottan szeretnénk veled együtt dolgozni. Örülünk neki, hogy beállsz a csapatunkba, mint oktató majd. Tudom, hogy te is nagyon várod ezt a pillanatot. Hihetetlen nagy változások lesznek most az egész rendszerben. A tankönyve, Kanadában 10 egyhetes tanfolyamot tanítok, ebből most Magyarországon már 8 le van fordítva teljes anyagrészben, amit mondtam, és te is kérdezted rá, hogy bővítünk sokkal több, sokkal érdekesebb, sokkal mélyebben bele fogunk menni a terápiába. Mivel a pszichológiai szakmámból azt is megpróbálom megcsinálni, hogy egyre több pszichológiai jellegű terápiai anyagokat is megpróbálok behozni maga, hogy tehát például specifikusan a Fritz Perlnek a gestalt terápiáját, a parts terápiának az oktatói licenszét tavaly megszereztem, és azon már te ott voltál a legelső parts terápiás tanfolyamon, csak hogy röviden. Tehát a Gil Boyne az a Fritz Perltől tanult gestalt terápiát. A parts terápia az a gestalt terápiának csak egy része. És a Charles Tebbets, aki megalapította a parts terápiát, ő viszont a Gil Boyne-tól tanult. A Roy Hunternek az anyagát, amit te fordítottál le nekünk, ugye magyarra a tankönyvanyagunkat, és ezt a kétnapos tanfolyamot, amit te is elvégeztél, a Roy Hunter pedig a Tebbets-től tanulta.
Amit a Gilboynról kell tudni, hogy az évszázad hipnotizőr kitüntetését megkapta, sajnos már elment az élők közül, az utolsó tanfolyamát velem tartott egyébként Magyarországon, és egy pár hónapra utána sajnos szegény meghalt. A világ egyik legnagyobb tudású szakembere volt, a mai napig is szinte bármerre fölmész egy YouTube-ra, amikor valakik bemutatókat tartanak, hipnózis indukciókat mutatnak be, sajnos ami bosszant engem, hogy nem is tudják, hogy amit csinálnak és éppen bemutatnak, azt a Gilboynak a technikáit alkalmazzák. Egyszerűen ő volt az az ember, aki ezt a szakmát megalapozta Amerikában, ő volt, aki maga azt a szót, hogy hipnoterápia leregisztrálta és szakmává létesítette. Ő nélküle ez a szakma nem létezne, mi sem ülnénk ma itt. És ez az ember a személyes barátom volt, többször is meghívott Los Angelesbe, egész egyhetes tanfolyamokat tartottam. 2009-ben itt volt nálunk a Dr. John Butler is, aki az elnöke most az Amerikai Council of Hypnotist Examinersnek. Mai napig is nagyon jó viszonyban vagyunk, minden évben találkozok vele többször is ezeken a konferenciákon. Úgyhogy egy csodálatos szakma, de inkább kérdezzél. Az igazság, hogy körülbelül még 20 ezer kérdésem lenne, ugye beszéltük, hogy egy ilyen 30 percre szabjuk a műsort, mert ugye ennyi úgymond a műsor keretünk, és most néztem rá az órára, hogy pont fél van, és millió egy kérdésem lenne. Ha más nem, akkor meg fogjuk csinálni, hogy folytatjuk majd egy következő alkalommal ezt a beszélgetést. Én mindig imádlak téged hallgatni, első perctől kezdve, amikor megismertelek. Nagyon várom már azt, hogy találkozzunk. És... Lehet nekem egy kérdésem esetleg? Ó, persze, persze. Mert hogy azt mondtad, hogy ez a hipnotizőr kérdez, hát én is hipnotizőr vagyok, hogy kérdezzek? Hogy ha egy pár szóval te is a vendégeket, akik nézik ezt az előadást, vagy esetleg majd a videófilmet későbbiekben, hogy neked mit adott, vagy mit jelentett ez, hogy keresztül mentél, mert én ugye ott ültél előttem, tehát én láttam hétről hétre a változásokat, láttam azt a töménytelen mennyiségű belső konfliktust, amit meg tudtál oldani önmagaddal. De inkább, hogy egy másodban, hogy te neked mi volt az élvem sorozat? Igen, ami fontos, és pont az Adriennel beszélgettünk, amikor ugye a legelső tanfolyamra elmentem, és persze kis csikóként én mindig azt mondtam, hogy jaj, alig várom, hogy akkor tudjak hipnotizálni valakit, és Adrien mindig mondta nekem, hogy figyelj, Laci, nem ez lesz a lényeg, hanem az, ami benned keresztül megy. Ami rajta, tehát amin te keresztül mész. Számomra egy döbbenetes dolog volt. A báziskurzuson már az nagyon tetszett, hogy én mindig abban a hitben voltam, hogy én tudom, hogy hogyan kell a tökéletes programozó mondatot megcsinálni, hogy hogyan kell a pozitív gondolkozást papírra vetni. És emlékszem, amikor volt ilyen feladat, hogy írjunk fel ötöt, és ugye mindet felolvastuk, és akkor Adrien ugye elmondta, hogy mi volt jó, mi nem, és akkor kielemeztük, és én nagy büszkén felolvastam az ötöt, és mondja Adrien, elsőre nem is rossz, három jó. És mondom, hogy három, és akkor megnézem, tényleg ez a kettő nem is jó. Tehát az első felismerés, hogy sokszor van az, hogy az ember azt hiszi, hogy tudja, de mégis vannak a kis apró nüanszok. A másik, amit adott, ugye te első kézből láttad a dolgaimat, mai napig le a kalappal előtted, amiért kibírtad az én... Hát most felnőtt hiszti, ezt így nem mondanám, de kibírtad az én attitűdrohamaimat, ugye megvan hozzá a személyiségem, meg elég szanginikus vagyok, és mindig imádok a központba lenni, és nehéz magamat visszafékezni ilyenkor. Döbbenetes változás volt, és voltak olyan gátak bennem, amiről azt hittem, hogy elengedtem. Ha jön hozzám egy kliensem, és azt mondja, ugye nekem az édesapámmal való viszonyomon kellett sokat dolgozni. És sokszor hallom azt, és ilyenkor mindig mosolygok magamba, mert mintha magamat látnám, így akasztják a hóhért, amikor azt mondja a kliensem, hogy hát az apámmal való viszonyomat már megoldottam, és mennyi? Hát olyan 80%-ban már megoldottam, és akkor ránézek, mondom, kis csillag, nem oldottál te még meg semmit. Mert én pontosan tudom, hogy az vagy 100%, vagy semmi. Az egyik dolog ezt adta. Olyan szinten javult a kapcsolatom a szüleimmel, hogy azt nem tudom nektek elmondani. Apámmal ritkán beszélgettünk. Ha eljöttek hozzánk Egerbe látogatóba, akkor volt olyan, hogy mitől eljöttek 12-re megérkeztek, 2-kor már mentek haza. Tehát ilyen gyorsan letudunk mindent. Most legutóbb, amikor itt jártak nálunk a szüleim, képzeljétek el, előtte való nap érkeztek,
másnap mentek el, és apámmal volt olyan, hogy 2-3 óra hosszán állt ültünk kinn a standon, iszogattunk, beszélgettünk a csajoktól külön, beültünk egy, van itt egy a Dobótéren Egerben egy-két olyan hely, amit én nagyon szeretek, és igazi apa-fia élményt adott. Mit adott nekem a hipnózis? Lett apukám. Nem apám változott meg a hipnózis által, hanem én. Nem aktiválom benne azokat a dolgokat, amire úgy reagált, ahogy. A másik, a feleségemmel való kapcsolatom javult, a lányommal való viszonyom javult, és igazából nekem a döbbenetet a parszterápia hozta. Tehát azt, Attila, tudod, láttad, nekem az egy olyan döbbenetes élmény volt, mai napig egyébként kedvenc úgymond terápiás módszerem, nem mindig lehet alkalmazni, mert ugye elég speciális, belső konfliktusok kellenek ahhoz, hogy a módszer hatékony legyen, de nálam egy akkora döbbenetet hozott, egyszerűen eljutottam oda, hogy elfogadtam magamat olyannak, amilyen vagyok. Tehát így szeretem magam. És létkirályfő vagyok, copyright Pollák Adrián. Ma legalább ezt 5-ször mondtam ki. Adrián azt mondta, ezt mindig ki kell mondanom, mert ez az ő szava, és létkirályfő vagyok, ezt adta. Egy teljesen más ember vagyok most egy év táblatából, mint akivel te megismerkedtél. Az életem változtatta meg a hipnózis, csak ennyi, csak az életem. Hát nagyon-nagyon jó érzés ezeket hallani. Végül is azoknak, akik esetleg úgy döntenek, hogy érdekli őket ez a szakma, vagy megtanulni akarják, vagy esetleg saját magukat akarják fejleszteni ön célból, végül is minden egyes hét nem csak egy szakmát tanul, vagy egy részét a szakmának tanulja, hanem végül is minden héten, szinte minden nap keresztül vittem az embereket egy saját terápiás folyamaton. Tehát annyira kitisztulnak az emberek önmagukkal, hogy egyszerűen nincsen már a múltból hozott szenvedés, fájdalom, küszködés, és ez mellett még egy csodálatos szakmát is tudnak tanulni. Így van, így van. Ugye a tanfolyamon több olyan ember van, akivel tartom a kapcsolatot, van egy-két ember, akivel tényleg napi szinten. És beszélgetünk arról, hogy micsoda változáson megy át. Nem csak azért érdemes hipnózist tanulni, hogy valaki hipnoterapeuta legyen, hanem egyszerűen azért, mert a saját életedet és a családod életét tudod rendbe tenni. Nekem ez rezonál össze az agykontrollal. Az agykontrollt azért tanulom, mert az egy önfejlesztő módszer, és közben tudok másoknak segíteni, és a hipnózis pontosan ugyanez. Pontosan ugyanez. Igen, igen. Igen. Én talán, hogyha a kettő között annyi kicsit is különbséggel teszem, hogy az agykontroll az direkt jellegű módszereket használ, a hipnoterápia pedig tényleg belemegyünk az igazi gondoknak, a problémáknak az eredetébe, és azok lesznek feloldva, megoldva, amivel ezáltal változik a jelen életünk a mostban. Tehát nem csak megtanultunk pozitívan gondolkodni, hanem megtanultunk pozitívan élni. Így van. Attila, legyen ez a záró mondat, jó? Megtanít a hipnózis nem csak pozitívan gondolkozni, hanem pozitívan is élni. Én köszönöm szépen, Attila, hogy megtiszteltél bennünket, és hogy az időnket ránk áldoztad. Én még egyszer külön köszönök mindent, amit kaptam tőletek magától az iskolától. Nagyon örülök, hogy együtt fogunk dolgozni, és hát egy zseniális jövő elé nézünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm az interjút, és ha valakit érdekelne bármiféle tanfolyam is, kérem azt az Alfa TV-n keresztül érdeklődjenek. Köszönöm akkor, hogy itt voltatok. Hát nincs más hátra, mint előre. Iratkozzatok fel az Alfa TV-re, figyeljétek, jaj, pontos információ, kaptam egy nagyon-nagyon jó ötletet arra, hogy milyen levelező rendszert használjunk, nem sokára egy teszt fog menni, és ezen a teszten keresztül, tehát le fogjuk tesztelni az új levelező rendszerünket, és utána még inkább napra készek tudtok lenni a műsort illetően, illetve jövő héten és utána való csütörtökön is nagy szeretettel várunk bennetek az élő webináriainkon. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, további szép estét kívánunk mindenkinek. Én is köszönök minden, szervusztok!